Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Napfényes Vegán Chef YouTube csatorna, én pedig Kovács Zoltán vagyok. Most pedig egy olyan desszertet fogunk készíteni, ami nagyon sokaknak kedvezhet, gluténmentes és cukormentes muffin lesz a mai menünk, méghozzá mandulás és áfonyás ízesítéssel megfűszerezve. Gyertek, tartsatok velem most is! Ez egy rémegyszerű recept lesz, majd meglátjátok. Néhány extra összetevő az, amit esetleg be kell szerezni hozzá, ilyen például a gluténmentes liszt. Ezt már minden üzletben, szupermarketben lehet kapni. Ez egy speciális liszt keverék. Ne kérdezzétek, miből van, nagyon sok változata van, bármelyiket vehetitek. Aztán van még itt nekem gluténmentes zab vagy zabpehely lisztem. Ez a kiegészítője, ez a két liszt adja meg majd a szárazanyagnak a javát, és itt a harmadik pedig a darált mandula lesz. Egyszerűen a blansírozott mandulát leőröltem szárazon, és ez a három liszt lesz itt a kis bázisunk. Aztán láttok még itt fagyasztott áfonyát, még egy kis szeletelt mandulát a tetejére, de kezdjük el összerakni akkor a masszát. Először is begyújtottam a sütőt, már melegszik 170-180 fokon. Fogok egy kis növényi tejet, ez most szójatej lesz, amit használok, és a recept szerint járok el, amit ti is megtaláltok, mint mindig, a videó alatt, hogyha legörgetitek a cím alatt közvetlenül. Na, mehet bele a 300 g növényi tej. Aztán jöhet bele egy kis só. Ugye mindig teszünk bele sót a desszertekbe is, így egy jó mokkáskanál sót adagoltam bele. Aztán a jó kis bourbon vanília, őrölt bourbon vanília lesz, óvatosan nehogy megboruljon, úgyhogy egy kis lapáttal, szilikonnal tettem bele. Aztán mehet bele egy kis citrom, méghozzá biocitromnak a héját fogom beletenni. Ez ugye nagyon sok piskótába, kevertésztába tökéletesen passzol, ugyanígy a mandulához, meg az áfonyához is illik. Először belereszelem. Most pedig adjuk hozzá a levét is, ezt kicsavarom. Most pedig következzen az édesítés. Cukor helyett eritrit és stevia keverékét fogom használni, bármit alkalmazhatok, ki melyiket szereti. Itt most az a lényeg, hogy a glikémiás index a lehető legkevesebbre redukálódjon. Benne vagyok az alapokkal, és már lehet is kevergetni a habverővel, hogy oldódjanak el. Aztán jöhet némi zsiradék. Most ez egy bio napraforgó olaj lesz. Ebből teszek bele 30 g-ot ír a recept nekem. És némi bio margarint is fogok beletenni. Ezt közben felolvasztottam, és ezt is így hozzáadom az elején. Ami még fontos, hogy a szójatej, vagy bármilyen növényi ital, ugye, ne legyen hideg. Tehát ha jéghidegen teszitek bele, és belekerül az olvasztott margarin, akkor nagyon könnyen megköthet, és akkor itt úszkálnak a zsírcseppek, összeállt zsírcseppek a lé tetején, úgyhogy arra most nem vagyunk kíváncsiak, köszönjük szépen. Most jönnek a száraz összetevők. Mehet bele a zabpehelyliszt, előre ki van mérve, úgyhogy azért vagyok ilyen bátor, a gluténmentes liszt és a mandula. Szuper! Aztán lazítsuk le a tésztánkat. Jöhet a sütőpor. Egy darab foszfátmentes sütőporral szépen megkínálom, és elkezdem összekeverni. Itt most már kezdünk a végéhez érni. Ez ugye másképp viselkedik, mint egy hagyományos tészta. Ne ijedjetek meg, ez az arány eddig nekem jól viselkedett, úgyhogy érdemes kipróbálni, és aztán lehet rajta változtatni, lágyítani vagy keményíteni. Ez jó lesz egyelőre. Ha megvagyok a masszával, akkor előkészítem a muffin formát, hagyományos, fém, de használtok szilikont is, és van egy ilyen nagyméretű papírom, ebből szépen kirakom a muffin formát. Úgy találtam ki a receptet, hogy pont 12 darabra legyen elég, úgyhogy ne maradjon, ne is legyen kevés.
pont ez a mennyiség, amire szükségünk van. Most pedig belekeverem az áfonyát, valamennyit megmentek itt az üvegtába, ez majd a tetejére fog kelleni nekem, hiszen a tálalásra is gondolunk már az elején, hogy fog kinézni a végén. Na, a többit viszont egyben így, ahogy van, fagyosan belekeverem. Azért fagyosan, mert ha kiolvadna, akkor itt lenne a lé alatta, itt is már kezd megjelenni. És nagyon összefestené nekem a masszámat, és nekem nem arra van szükségem, hogy egy kék vagy szürke tészta legyen, hanem gyors keverés, és már mehet is a muffin kapszlikba. Így is megfesti természetesen, amint látjátok, szépen beleadagolom, elosztom, lehet precízen mérlegen is mérni, ahogy van kedvetek. Sikerült nagyjából elosztanom a masszát a 12 kapszlira. Van még egy trükk, amit szeretnék megemlíteni. Van egy ilyen marokkói mandula aromám, hogyha szeretnétek, hogy intenzívebb legyen, akkor ezzel a természetes ízesítővel még lehet egy picit tuningolni rajta. Vagy még egy trükk, ez a marcipán massza, amit lehet kapni üzletekben. Egy hátránya van, hogy ezt általában cukorral készítik. Ha van lehetőségetek hozzájutni, akkor akár nyers marcipán masszát is használhatok, vagy keresetek nátszukros verziót, ebből is lehet egyet-egyet beletenni, egy-egy kockával tuningolni, megmutatom hogyan. Így megvágjátok és belenyomjátok így akár a közepébe. Jegyezzük meg, hogy akkor ezek esetleg a cukros változatok. És most jöjjön a teteje, kicsit megdíszítjük a tetejét, mehetnek rá a gyümölcsök, mindegyik egy 6-8 szemet egész nyugodtan elbír, és utolsónak jöjjön a szeletelt mandula, amivel így egyszerűen csak beszórom. Itt még egy érdekességet engedjetek meg nekem, hogy megemlítsem, hogy ez nem sokára kapható lesz a napfényes étterembe, ez a muffin így, ahogy van, amint látjátok, és a különlegessége, hogy még a megjelenés előtt megosztom veletek ezt a receptet, úgyhogy le lehet otthon próbálni, és aztán már meg is tudjátok venni az étterembe. Na, mehet is az előmelegített sütőbe, körülbelül negyed óra, 170-180 fokon, de majd figyelni fogom, hogy milyen színekkel rendelkezik. Elkészültem a muffinokkal, hagytam állni egy 20 percet legalább, még langyosra hűltek, és akkor nézzünk meg egyet, hogy hogy is néz ki. Egy picit látjátok, hogy feljött itt a kapszliba, tehát kitöltötte a kapszlit, aztán egy kicsit vissza is zuhan, de ez némileg természetes. Na nézzük meg ezt az egyet, hogy is néz ki belülről, lefejtem a papírt, nagyon jó, és aztán török belőle egyet. Wow, oda nézzetek a belsejét, ilyen színes, ahogy az áfonya szépen megfolyt, de a piskóta része is gyönyörűen megsült, meg is kóstolom. Senki nem mondaná meg, hogy cukormentes, de az sem, hogy gluténmentes, nagyon finom, szaftos a tésztája, a citrom külön pikáns jelleget ad neki, és tálaláshoz még megszórhatjátok egy kis őrölt, ilyen eritrittel, vagy xilittel, vagy kinek mi van otthon, úgyhogy egy picit még gusztává lehet tenni a tetejét, már amennyire sikerült ezt megőrölnöm. Hát így néz ki az én gluténmentes, mandulás, áfonyás muffinom, ha tesztek rá valami toppingot, vagy krémet, akkor már is cupcake-nek lehet hívni. Mindenképpen próbáljátok ki egy igazi mentes recept, ami hozza a gasztro finomságot, tehát nem lesz semmi hiányérzetetek. Remélem tetszett a videó, és elkészítitek, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok!